A valamikori kajakház lakói, a Tatai Hódiese edzői, sportolói folyamatosan figyelik az épülő centrumot. Mi napra készek vagyunk az építkezéssel, ugyanis mi két napot, egy héten itt vagyunk a gyerekekkel, a hosszú futások innen indulnak a kajakház helyéről, és a gyerekek is nagyon nagy örömmel látják, hogy itt milyen szépen halad az építkezés. Ők már hónap beköltöznének. Eddig be voltunk szűkülve, az öltözőkapacitásunk nem volt megfelelő, ugye kinőttük magyarul, mert több mint 100 gyerekkel foglalkozunk nap mint a edzéseken, és sajnos már a vizes helységeket is kinőttük, tehát magyarul kinőttük a régi kajakházat, úgyhogy itt meg teljes mértékben tudunk mindent használni. Több öltöző lesz, több mindenből több lesz, és szebb is lesz ráadásul. Főleg a Tammedence kialakításánál vették figyelembe a kéréseinket, és maximálisan teljesítették, úgyhogy egy gyönyörű Tammedencénk lesz, ami 9 beülős lesz, az országban kevés ilyen lesz. Úgyhogy maximálisan meg vagyunk mi elégedve az idáig látottakkal. Már a öltözőket fölmértük, hogy hány gyereket hogy tudunk elhelyezni, tehát mi már az állványainkat hogy tudjuk eltenni, a hajóparkunk, sokkal több helyünk lesz, tehát még új hajókat is tudunk fogadni, és az főszponzorunktól igényelni. Mindenképpen a munkánkat megkönnyíti, így is 70-80 gyerek van a téli időszakban, akikkel foglalkozunk, ez nyáron 100-120 főre duzzadt föl, ami azt jelenti, hogy egy modernebb, egy korszerűbb épületben még minőségi munkát tudunk velük végezni, és az eszközállományunk is így fejlődni tud. Itt több szervezet fog működni. Ugye ennek az a hivatalos neve, hogy ökoturisztikai központ, ami magába foglalja ugye a vízi turizmus, a bakancsos turizmus és a kerékpáros turizmust, illetve az esélyegyenlőséget próbálja kiszolgálni, nem csak próbálja, ki is fogja szolgálni ugye ez az épület, mert akadálymentesítve lesz minden szint, úgyhogy nagy örömmel fogjuk látni itt a mozgássérülteket is.